Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink, az Orlai Petri Csoma Könyvtár Muzeális Ütemény és Művelődési Központ nevében nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket az Együttélés évszázadai előadás sorozat következő állomásán vagyunk itt a Muzeális Üteményben, és nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a mai előadóinkat, Herceg László családkutatót és Henger Pétert, a Meződerényi Helytörténeti és Tájvédelmi Egyesület elnökét. A sok nemzetiségű település kialakulása, ez a mai előadásunk címe. És van még egy előadónk, Csete Gyula kollégám, aki sajnos betegsége okán nem tud jelen lenni, de Péter vállalta, hogy az ő előadását is megtartja, úgyhogy nagyon szépen köszönöm ezúttal is a megértésüket. Én mindjárt át is adnám akkor a szót, és elsőként azt beszéltük, hogy akkor Henger Péter kezdi az előadást, melyhez jó szórakozást kívánok Önöknek. Köszönöm szépen, én sok szeretettel köszöntöm valamennyi megjelentet. Öröm számunkra, hogy ilyen szép számmal eljöttetek, eljöttek meghallgatni, megnézni minket. Bízom benne, hogy ez kölcsönös lesz majd a mai este végén. Az az igazság, hogy egy rövid előtörténettel kezdhetem, hogy lett volna más előadó is kiszemelve, de egy gyulai konferencián végül az nem jött össze, ezért ott hármasban azt beszéltük meg Laci bácsival, Gyulával, hogy akkor mi hárman megpróbáljuk ezt a témakört feldolgozni. Sajnos Gyulának ugye közben jött ez a táppénzes időszak, de kérte, hogy én is adjam át jó kívánságait minden jelenlévőnek. Mi pedig azt kívánjuk neki, hogy minél hamarabb felépüljön, rendben jöjjön. Laci bácsival sok egyeztetés után igyekeztük úgy összerakni ezt a mai estét, hogy valamennyi mezőberényben érintett népcsoportról valamennyi szó esik. Természetesen ugye a három legnagyobb létszámú, akik 1722 után a harmadik berény újra telepítését megkezdték, tehát a sorrendben a szlovákok, a németek, magyarok, majd pedig néhány más négy csoport is, akik jelen vannak napjainkban is, vagy akik már sajnos nincsenek közöttünk, sokféle okból, amit már más alkalommal megbeszéltünk. Tehát mindenkiről igyekszünk néhány szót ejteni. Az előzményekkel és a szlováksággal kezdenénk, aztán Laci bácsi a németséggel kapcsolatos, általa feldolgozott és részben kiállított anyagot fogja bemutatni, és a végén pedig a magyarok és a, bocsánat, hogy így mondom, a többiekkel folytatjuk, és a végén a zárásként még Laci bácsi a nagyon szép és fontos térképpel kapcsolatban fog egy pár szót elmondani. Megmondom őszintén, hogy elég sokat rágódtam azon, hogy vajon mindig elmondom, nem vagyok berényi, de hogy miért használják ezt a fajta megnevezést, hogy a sok nemzetiségű település, ugye három nemzetiségű település, és hogyha nem akarom természetesen a következő dolgokat felolvasni, aki esetleg látja, az örülök, hogyha belefukkant. Tehát az évszázadok során elég sok meghatározása volt, hogy ki a nemzet, ki a nemzetiség, etnikum és egyéb más megközelítések voltak. Érdekes módon Magyarországon már nem csak a 18-19. Században, hanem korábban királyaik körében is, hiszen ami nagyon lényeges volt, hogy ugye az államalkotó nemzet a magyarság volt a honfoglalás után, és ugye kialakult a magyar állam, amely sok más egyéb népcsoporttal gazdagodott és épült az évszázadok során. Tehát erről sok mindent lehetne nyilván történés szemmel jobban megvilágítani, ami számunkra mindenféleképpen lényeges, azt gondolom, hogy a kisebbségben élő etnikumokat hívja a szakirodalom tudomásom szerint nemzetiségnek. De természetesen nyilván mindenki elfogadja azt a meghatározást, amit berényben évtizedek vagy évszázadok óta használnak. Itt is csak egy-két gondolat, hogy Magyarországon 13 elismert nemzetiség él. A felsorolást lehet látni. Most már nem tesznek, tehát az újabb nemzetiségi törvény után már nem tesznek különbséget, hogy etnikai kisebbség vagy nemzeti kisebbség.
mindenkit ugye nemzetiségnek sonoltak be, és ami egy nagyon fontos feltétel, hogy legalább egy évszázados itt tartózkodást kell tudniuk ezeknek a úgynevezett történelmi kisebbségeknek, mind a 13 megfelel ennek, bármennyire is furcsa, még ugye görögök, bolgárok, örmények, hiszen vagy kereskedők, vagy kertészek, vagy egyéb más foglalkozások következtében régóta itt vannak. Ez egy nagyon szép térkép 1886-ból. A különböző színekkel jelölik a különböző népcsoportokat. Láthatjuk, hogy a magyarság aránya akkoriban még elég jelentős volt, sőt 1910-ig az asszimiláció miatt még azért fokozódott is az aránya, de azt is láthatjuk, hogy azért Erdély területén a románság, felvidéken a szlovákság, ugye Horvátország majdnem tisztán horvátok, a vajdasági területek pedig egy igen vegyes nemzetiségi összetételt mutattak, hiszen magyarok, szerbek, bolgárok, szlovákok, mindenféle népcsoport, ugye a török gyulás után helyet talált magának. Ami nagyon fontos volt Berény szempontjából, tehát a harmadik Berényről beszélünk tulajdonképpen, hiszen volt egy első Berény, aztán egy második Berény, amelyet a református magyarok próbáltak meg két alkalommal is ugye újra telepíteni, de a Rákóczi szabadságharc körüli viharos időben ez nem sikerült, mindig el kellett menekülniük, még hogyha a harangjukat itt is hagyták, és az utána hosszú időn keresztül használt pecsétet is megalkották egyébként. A egyik legfontosabb feladat volt, hogy a vármegye helyreállítása a török idők után, 1695 után. Sokáig sikertelen újratelepítési kísérletekkel, hiszen egy nagyon elpusztult táj volt a korabeli Békés megye, és hiába próbáltak meg visszajönni sokan, a gyulai várban élő szerbek éhezése következtében elég sok sarcot vetettek ki az itt élő emberekre, tehát nem igazán volt ugye maradásuk. Ennek ellenére a korabeli Békés megye helységeit láthatjuk azt, hogy a kincstárt számba vette, hiszen tudniuk kellett, hogy a török idők után Békés vármegyében és máshol is kik és milyen településeket találnak. Itt van egy idézet, leírja ebben az időben, hogy romos Berény is, romos félhalom is, ami a közelünkben lévő kis falu volt. Ezután következett ugye a vármegye rendszer helyreállítása, Fő Ispán nem volt, ezt kellett hozni, ő volt Löwenburg János Jakab, egyszer megfordult Gyulán, utána egyszer sem, viszont ők szervezték meg a tisztulító közülés, létrejött az új vármegye szervezete, és el lehetett indítani tulajdonképpen az életet a korabeli Békés megyében. Említettem már a második Berényt, református magyarok voltak, akik megalkották, a rangot öntettek, és mikor elmenekültek egy kútba, ásták el egyébként, és láthatjuk, hogy a rácok pusztítása miatt nem maradhattak. Megpróbáltak visszajönni, ekkor alkották meg a pecsétjüket is, de ez a visszatérés sem volt igazából sikeres, tehát a második Berény időszaka 1709-re, tehát a Rákóczi szabadságharc közepére ugye véget ért. Itt van az a pecsét, amit az 1800-as évek elején is még használták, 1708-as évszámmal, ugye külön mező Berény helység pecsétjeként. Aztán megkezdődött a megye újratelepülése. Láthatjuk a különböző települések mikor élettek újra. Még Békés Csaba, a korabeli Csaba is viszonylag későn. A egyik legjelentősebb összeírásban mindössze két várost és 7 községet tudtak összeírni 1715-ben. Miért kellett ugye a újratelepítést megvalósítani? Teljesen elnéptelenült a táj, művelető területek nem voltak. Viszont aki visszatért, természetesen ez minden időszakban így van, ugye igen magas adókat vetettek ki, nagyon magasak voltak a terhek abban az időben, tehát fokozatos vándorlás jellemző az akkor ide érkező vagy visszatérő telepesekre. Láthatjuk, hogy hányan éltek 1719-ben Berényben. Aztán megjelentek azok a magánföldes urak, akik közül majd mi ki fogjuk emelni azt, aki számunkra fontos volt, de még volt a Szent Andrási uradalomban, meg még máshol is voltak, akik
megkezdték a visszatelepítés szervezését. Ő volt ugye Arunkert János György, sokat, sokszor hallottunk már. Róla hatalmas birtokot kapott a császári hadseregben végzett tevékenységéért. Más szeretett volna, de ezt kapta, viszont ha már ezt megkapta, akkor meg akarta művelni, és ezért kezdett ugye hozzá a megye újra telepítéséhez. Ő sem volt túl sokszor Gyulán, a fia Ferenc volt az, aki az ügyeket intézte, és ezzel, hogy igazából kialakították a székhelyüket, gazdasági és közigazgatási központ is lett Gyula, és gyakorlatilag minden az ő kezükbe került. Miért volt fontos ez az időszak? Elkezdte a telepítéseket, megkezdődött a elvadult földek megművelése, az ipar is kicsit fellendült, és nagyon lényeges dolog volt az, hogy bizonyos vallási türelmességet is tanúsított, hiszen evangélikus és református vallásúaknak is engedte azt, hogy templomot építsenek, megváltotta a tizedet katolikus létére. Az első lépései azok voltak, hogy benépesítse ezt a jó nagy területet, és ez már minket is érintett, mármint Berint és Szarvast. 1722-ben írták alá azt a letelepedési szerződést, amelyet a berényi szlovákság képviselői nyújtottak be, és ezután, amikor ez a folyamat megkezdődhetett, utána, mivel viszonylag kevesen jöttek szlovákok és magyarok is, ezért a németség is bekapcsolódott a telepítési akcióba. Megkezdődött a visszatelepülése a magyaroknak, és a románság letelepedése is. Ennek lett eredménye, hogy a harmadik berény létrejött el, a letelepedési szerződés megkötése. Annyit szerettem volna még itt beiktatni, hogy Berény újratelepítését ugye megelőzte Kerekinek a szintén újratelepítése. 1722-től 1731-ig létezett Nemes Kereki Körösön túli területe. Itt az 1725-ös összeírásban láthatjuk azt a néhány jobbágyot, illetve zsellét, aki itt lakott Kerekiben, és az 1730-as Gabona 9-et. A néhány év különbség ellenére is elmondhatjuk, hogy a lakosság változott, talán egy-két név van, amely megegyezik. Például azt hiszem, hogy a bíró mind a két időszakban Kerekiben volt, utána 1731-ben elvándoroltak és megalapították Endrődöt. Itt van az a letelepedési szerződés, melynek pontjai nagyon lényegesek voltak, az ideérkező szlovákság és a későbbi németek és magyarok számára is. Ezt garantálták, és ezután ugye a telepítés szervezők megkezdték tevékenységüket. Hát ez volt az a kedvező, néhány kedvező válasz, amelynek nyomán a hagyomány szerint Madarász András megkezdhette a telepítés folyamatát. Megérkeztek az első szlovák családok a felső-magyarországi megyékből elsősorban, kezdetekben. Megépítették az iskolákat, megépítették a községházát, tanítót hívtak, parangot öntettek már 1723-ban. Ezt megvalósították. És akkor kikről is beszélhetünk a újratelepülő mezőberény lakossága kapcsán. Tehát az összetétel gyakran változott az elmúlt évszázadokban, mondhatjuk úgy, hogy lassan 300 év alatt. Legelőször egy 1760-as összeírás az, amelyik tükrözi a korabeli település lakosságának összetételét. Később egyházi összeírások és más összeírások nyújthatnak adatok számunkra, adatokat. Kikről beszélhetünk? Láthatjuk ugye sorrendben a szlovákság, németek, magyarok. Viszonylag korán már román pásztorok is érkeztek Mezőberénybe, és 1768-tól a cigányság is jelen van, összeírások tanúsítják. A zsidók pedig az 1800-as évek közepe táján telepedtek meg a Mezőberényben, és egyes összeírásban néhány szerb neve is szerepel. Ez az összeírás, ez egy nagyon fontos véleményem szerint, és nagyon sokan hivatkoznak rá egyébként. Láthatjuk, hogy hány családfő és velük egy kenyéren élő fiú és testvér, tehát ez volt a meghatározás, ebben az időben érkeztek. Szlovákok 127, német 65, magyar 61 családfő, és akik még mellette
ugye szerepelnek, és ebben a magyar részben megtalálhatjuk már az első román pásztort is, Oláh Demetert, aki az összeírásban. Ez a címlapja egyébként. És a szlováksággal kezdődik, tehát ott is ez az időrend tulajdonképpen megvolt. Latinul ez egy kicsit nehéz, de vannak jó magyarázatok hozzá, hál' Istennek. Tehát az összes olyan szlovák családnak a neve szerepel benne, aki 1760-ban itt élt mezőverényben, és hogyha ezt valaki alaposan áttanulmányozza, elég nagy százalékban megtalálhatjuk a most itt élő, ha nem is szlovák anyanyelvű, de szlovák gyökerekkel rendelkező családoknak az őseit. Ez egy nagyon fontos összeírás. Természetesen, mivel itt körülbelül néhány száz emberről van szó ebben az időben, a betelepülés a későbbiekben is folyamatos volt. Tehát láthatjuk, nem felolvasni nem fogom, ha kérdés van esetleg, majd azt szívesen várom. Tehát itt vannak azok a települések, amelyek a különböző vármegyékből kibocsájtották, vagy engedéllyel, vagy engedély nélkül ezeket a telepeseket, jobbágyokat. Tehát például Hontvár megyéből Pribelce, Pribél, aztán van egy másik magyar neve is, amit később kapott. Tehát itt is láthatjuk, hogy ezek a nevek javarészben megtalálhatóak most is, hol szlovák, hol magyar formában egyébként. Nógrád vármegyéből is, itt is láthatjuk, ugye használták, például az egyik példa volt a Kohut és a Kakas család különböző összeírásokban, mind a két néven szerepelt, Molnár Ambrus úgy próbálta bizonygatni, meg bizonygatta is a munkájában, hogy elképzelhető egy innen elvándorolt magyar, aki török elől elment felvidékre, és annak a leszágazottja jött vissza, és ezért valamikor Kakasnak hívták, mikor onnan visszajött, akkor lefordították, és Kohutnak hívták, tehát mind a két nevet ugye használták különböző összeírásokban. Pestvár megyéből is, itt is gondolom nagyon sok ismert név található, ez az egyházát, én szerintem Cinkóta, de nem vagyok benne biztos, a Cinkóczky családnak a neve innen származtatható. Hegedős Mátyás, ugye aki hallgatta a Gita nénivel kapcsolatos előadásokat, könyvemutatókat, az őre származottja, és itt is az összes többi név szinte mindegyik napjainkig előfordul. Legtöbben közülük, tehát az első telepesek közül jelentős szerepet töltöttek be, akár bíróként, esküdtként, vagy más fontos tisztségben. De vannak olyan nevek is, amelyek véletlenül az első betelepülés idejéhez köthetőek, de nem biztos, hogy tudjuk pontosan a származású helyüket, ugyanis a leggyakoribb volt ebben az időben, hogy sokan, ha mondjuk úgy hívták, hogy Litauszki, akkor valószínű azért hívták Litauszkinak, mert Litváról vagy Litva környékéről jöhetett, de valószínű, hogy szökött jobbágy volt, és az eredeti nevét nem biztos, hogy örömmel használta. Tehát ez egy gyakori eljárás volt. Aztán további telepesek, összesen azt hiszem 15 vármegyéből jöttek ebben az időben a korabeli szlovák családfők, telepesek. Igyekeztem itt is olyan neveket beírni a prezentációba, akiknek esetleg a leszármazottai most is itt élnek, vagy ismerős nevek legalábbis. A késő, tehát ahogy az évtizedek teltek, azért egyre nőtt az ő létszámuk is, láthatjuk, hogy még több vármegye kapcsolódott be, és onnan érkezők itt is maradtak egyébként, de már ebben az időben egyre több iparos is érkezett. Nyáron meg fogjuk tapasztalni a kerékpártúra során a Nógrád és a Zólyóvár megyét nem, hanem a Hontvár megyei településekre, ha ellátogatunk, mint kibocsátó településeket meg tudjuk nézni. Itt is rengeteg olyan név található ebben a listában, amelyek ismertek a könyvben is. Ugyanakkor, ahogy említettem már, tehát jellemző volt a jobbágyságra, nem biztos, hogy sikerült mindenkinek itt megmaradnia, mert esetleg nem találta meg a számításait, ezért tovább is állhattak más településekre. Szabad menetelő jobbágyok voltak, tehát szabad költözési joggal rendelkeztek. Itt vannak a példák, amit a közelmúltban aztán meg is néztünk, próbáltunk megnézni személyesen is, hogy milyen lehetett az a kis település.
Tehát egy nagyon jelentős volt a kibocsátás Mokrára, ez most egy romániai település, Mokrea, aztán Apatelegnek is hívták. Több család települt ki a megyéből, akik közül aztán 13-14 család visszatért 1753-54-ben. Láthatjuk az okokat. Érdekes módon, tehát Nyíregyháza újra telepítésében és első körben Békés megyei szlovákok egy Szarvasi Csizmadia vezetésével vettek részt. Közte természetesen Berényből is, 39 családfő volt, aki elvándorolt Nyíregyházára. Nekik is megvan az összeírásuk a levéltárban egyébként. Meg lehet, hogy így nem látni a neveket, de ugyanazok a nevek, mint például akár a Szollár, vagy Babinski, vagy Tomka, ugyanúgy előfordulnak, amelyek napjainkban is szerepelnek. És egy-egy példát máskor is kiragadtunk, a Szujiszki család az, amelynek, akit pontosan nyomon lehet követni, hiszen 1746-47-ben a Szarvasi háziadó összeírásban szerepel Szujiszki Lukácsa, Szujiszki család őse, aztán elvándorolt többen magával Apatelekre, majd elsőnek 1753-ban visszatért Berénybe, és hosszú időn keresztül több felesége volt, és több utódot hagyott aztán maga után, akiknek a leszármazottai mind a mai napig, ahogy már sokszor mondtam, köztünk vannak. Tehát itt láthatjuk, itt van a neve, ha megtalálnám, itt van Lukasz Szujiszki Szarvason, és a Berényi összeírásban pedig itt van, hogy érkezett Mokráról 1753-ban. Tehát azért nem lehetett ez sem semmi, de Laci bácsinak is lesz majd egy-két jó példája ennek nyomán. És itt vannak a mokrai telepesek és a mokrai evangélikus templom, amit pár héttel ezelőtt meglátogattunk, pontosan két hete. Itt vannak azok a családnevek, tehát ők nem elsődleges szlovák telepesek voltak Mezőberényben, meg Szarvason, ahova visszajöttek, hanem igazából másodlagos telepesek, mint a németek egy része. Szintén hiszen valahonnan elmentek, és aztán bíztak abban, hogy a sorsuk még jobbra fordul, ezért visszajöttek Berénybe. Szintén olyan nevek, amelyek ismertek. Aztán újabb családok érkeztek a későbbiekben is. Jó néhány családnevet felsoroltam, megint igyekeztem olyanokat leírni, akik közöttünk vannak. Elsősorban anyakönyvekben, összeírásokban tudjuk nyomon követni azt a fejlődést a lakosság számában, ami nem csak a szlovákság, hanem a másik két vagy három népcsoport esetében is végbe ment. Egyes családnevek eltűntek, ennek mondjuk lehetett oka a 1947-es csúnya szóval lakosságcsere is, más nevek pedig frissült egy kicsit a névanyag tulajdonképpen. Aztán még egy momentum, amiről általában kevesebbet szoktak beszélni. 1800-as évek közepe vége felé a felvidéki, galíciai, sőt morvaországi nehéz élet miatt, vagy éppen a katonaság miatt, mert sokan onnan lettek besorozva, és itt voltak katonák Békés megyében, többen érkeztek nem csak ide más településekre is, ők elsősorban görög és római katolikusok voltak, Békés Csabán, ha jól olvastam, komoly gondot is okozott az evangélikus és a katolikus szlovákok közötti megbékélés időbe tellett. Láthatjuk itt is egy olyan nevet, amelyet több néven, többféleképpen írtak azóta is, eredetileg Andrisin volt, aztán lett Andrési és lett Andrési. Tehát az elírás az többféle módon. Ők a felvidékről érkeztek, görög katolikusok voltak. De van még néhány más családnév, szintén ismert a Bíbel, a Kossár, a Szémán, mindannyian a felvidéki vármegyéből érkezett római katolikus ősök leszármazottai, és akkor az én tisztem most itt átmenetileg véget ért, és átadom a szót a Laci bácsának.